nem tudom, voltak már itt ezek a idegenek, vagy valami szavukat nehéz. Tehát, hogy mondtak, ezek biztos össze-vissza, mert ezek nem falusiak, szóval nem, ez... Nem tartanak a csapattal, mert ezek nem akarnak sütni, nem akarnak építeni, okosak, kurvára, meg mindig mindenbe belekavarnak, érted? Mindig mindenbe okosabbak akarnak lenni, mint a falusiak. Lehet, hogy én nem vagyok csak 8 általános, de az meg a traktorhoz értek. Ezek meg nem tudnak okoskodni. Most mi? Ha én nem mondom azt, hogy legyen tégla, akkor van tégla? Nincs tégla, báznak. És csak tudod, mit mondok? Azt mondom, hogy... Nekem, hogy én mindenkinek a vendége vagyok. Mindenkinek a vendége vagy. De az is. Persze, hogy az. De sokkal nagyobb baj van annál, hogy én mindenkinek a vendége. A legmélyebb tiszteltem az uraknak, meghoztam a rendelésüket. De száraz vagy vörös? Mi ez? Ez jó finom szalonna. Abán jó az illata. Melyik őtök kérte? Én nem, én fogyom. Pálinkát kértem, sört meg volt, ne szórakozz apukám! Pálinkát hozzá ide, sört meg volt. Ezt tedd át a modasztok. De még ne nyújtálja oda, ez nem a miénk, ez mindent kértük. Vigyed innen, vigyed innen! Biztos nem kéri senki, ura. Hát jó, önök rendelték. Tedd át a modasztok, ki a masztal. De azt mondta nekem, hogy én mindenkinek a vendége vagyok, most meg elvesz. Nem az a baj, hogy te mindenkinek a vendége. De nekem az a baj, De neked nagyon sok bajod van, de sokkal nagyobb baj van annál. De tudod-e, hogy mi annál sokkal nagyobb baj? Tudod, mi a nagyobb baj annál? Azt, hogy neked is a mindenki vagyok, hogy nem. Az a sokkal nagyobb baj. Nincs itt semmi, az a nagy baj. Nem szeret. Az, hogy én hiába csinálok itt semmit, hiába csinálom a semmit, semmi nincsen belőle. Semmi nincsen belőle! Én is sírhatok! Én is sírhatok, ha akarok! Van még sírnom! Van! És én nekem nincs még sírnom! Anyám megérzi, hogy megittam kettő üveg liter bort! Azt anyám azt mondja, hogy hol ittam meg, mikor a keresztelőn ittam utórája, mert rám öntötték a bort! Azt azóta nem ittam, akkor mi lesz? Multiflexet legalább! Engem ne sírat meg, bazd meg! Hát engem ne sírat már meg! Multiflex. Művelődés szervezőként kezdtem, de kikerültem ebből a faluból, mert akartam. És a sikerem titka ez az ital, ami citromillatú, de málna ízű. Ez gyakorlatilag olyan, hogyha beülsz a kocsiba Pesten, megiszol belőle egy pohárral, Münchenig nem alszol el. Hol a francban vagyunk? Megvan már? Tököm tudja, lejöttünk a térképről. Forduljál jobbra! De hol? Ide a nádasba? Nem itt a szerencsétlen, meg valami kanyarnál. Kellett neked ide szervezni ezt a rohadt. De figyelj, ne fog rám, ne fog rám! Várj, ez mi ez itt? Kérdezd már meg tőle, hogy merre kem. Ez mi ez itt? Teked le az ablakot? Nagyon szép útember ez te. Figyelj, azt akarom. Elnézést! Menjünk innen a francba. Az egész úgy kezdődött, hogy van ez a társaság a faluban, teljesen képzetlen emberek. Az egész társaságnak nincs meg összesen a 8 általános. Ez a Csöröge meg Kiskovász.
nekem műszaki végzettségem van, műszaki főiskolát végeztem, makadámutat tervezhetek, és derítőt, illetve 12 lakásos társasházba hőleadó rendszert. Laci! Lacika! Sziasztok, mindjárt kész a reggeli! Gyere már, Zuzumi! Pistike! Szomaszám! Szólj Laciéknak! Kész a reggeli! Hoztál pálinkát? Vidd be azt a zsákot, aztán gyere te is! A pálinkát meg felejtsd el! Jaj, drága gyönyékem, köszönöm. Ez túl nehéz. Inkább ezt a szalonnát. Csörög-e, Pista, hozzad már azt a lisztet! De ne a 800 kilós lisztet hozz már ide, hanem a Weilingot, amiben ott van a szóróliszt. Vazd meg a lisztedet, az... Nem káromkodj itt én nekem a péküzletemben, megmondtam, hogy a szent hely. Tudod, mi neked a bajod? Az? Hogy nekem kéne egy nagy nő. Én nekem 3 feleségem volt. Mindegyiket én nyittem el. Igen, a 3-nak volt együtt 4 foga. Na, ered ki a Weilingét. De! Hát még ő mondja meg, mit csinálja. Anyu! Vinnéd meg, mi? De ügyes vagy! Jaj, nem ügyes! Ez eddig a legszebb is, milyen! Olyan repedés rajta, mint az illike segge! Gyönyörű, csak nem olyan homlokos! Ne csináltuk! Benőhetne a fejetekre. Annyira köszönjük már, olyan jó, hogy minket. Hát lassan tönkre megy a falu. Ti meg vihegtek, löhögtök, majomkodtok, lopatjátok a lábotokat. Anyu, eddig is megvolt a falu, ezután is meg lesz. De legalább neked legyen ez a kisfiam! A kultúrházat bezárták! A postát bezárták! A boltot bezárták! Az iskolának is vége van! Csak mi maradunk itt. Öregek. Na, azt mióta vagy te igazgató ott, Kassel? Már 10 év. 10 éve. Igen, 10 éve. Na, ott voltam én is igazgató. Ne beszélj! Hát vagy 40 évvel ezelőtt. Hó, hát ez nekem milyen öröm, hogy találkoztam. Megvan még a kávéház? Megvan. Járom a kávéház. Isteni. Taka dobra káva. Taka dobra káva. Ami hoznak még az a kávét, igaz. Az a nők ilyen szépek. Hát ez nem igaz. Hát gyere Kassára, neked megmutatom. Ez neked kell látni. Akkor iszunk egy kicsit. Iszunk. Szerintem a kiskovász meg a csöröget találta ki ezt az egészet, azok ilyen kitalálós hülye gyerekek, meg amúgy kitalálták, hogy legyünk izék, híresek vagy németek, de aztán híres az könnyebbnek tűnt. Tiszteltem, Józsi bácsi! Ne hagyjon már szét mindig mindent! Milyen a disznó? Jó? Jó. Az ott hús! Vigyázzon a bére! Ki ne pakadjon, mert szaros lesz a hús! Olyan az, hogy tudja megbeszélni. Ez kívül, hogy lepény, nem baj. Te fizetsz, te ügyed, gyere! Gyere, Márki! Mindig. Szabó Ervin vagyok, a megyei állami nép és tiszti egészségügyi orvosi szolgálattól, és én pontosan tudom, hogy ebben a faluban mi történik. Jó, majd ha tudsz, rendesen pisülj. Nem érzem. Szevasztok, Jon Pecok. Na ne érzök, beszok. Mi az, hogy Jon Pecok és Szolultágon a bezvezetek? Jó, van, hagyjad már, ki mindig eljátszál. Hát mi az, hogy mindig eljátszunk? Én kezdtem? Hát ő kezdte. Mert megint ő kezdi. Figyelj, mert mire van neked ekkora arcod? Egyszer dolgoztál Pesten, ne verjed már itt magad. Figyelj, ne köszönjél vele, mert... Maradjatok már! Ide fél, hogy hívnak a barátaid? Multiplex? Igen, mert én... Jártam olyan helyen is, baszni. Ne szóljál semmit, te meg ne kötözködjél, mert Este falügyülés, tudjátok? Igen? Nem tudtuk, mikor lesz is, hol? Hallod? A faluházba, este 6-kor. Múlt héten kiírtam a fali újságot. Tudnál golvasni. Miért azt gondolod, hogy majd bejárkálok, hogy megnézem, hogy... Hagyjad már, és miről lesz szó? Az iskoláról. Be kellett zárni. Mi csoda? Mi van az iskolában? Mi lenne?
Semmi. És a tanárnővel mi lesz? Az az ő baja. Hát ezt a faluval mi lesz? Az meg az én bajom. Na hát nem hiszem el. Hát nézd meg. A nagyfene Jankó mondja meg, hogy mi az ő... Majd holnap majd meg fogom mondani, jó? Csókolom, tanár úr, szevasztok! Álljál! Most akkor a fejtegességből gondolkozunk, most akarsz elmenni? Hova akarsz ilyenkor elmenni? Az üzembe. Az üzembe? Megint mész gondolkodni. Gondolkodni. Gondolkodni, mert nem tudod, hogy hova gondolkodni. Gondolkodni. Adjál meg magár ilyen alatt fejetben. Maradsz és kész. Te ne kötözd meg az ember. Bazi nagy dolgot kell csinálni. Csak ki kell találni, mi az a bazi nagy dolog. Hát mit gondolnak ezek? Hogy engem meg lehet venni? Hát nem. Mondjuk, ha kínálnak, az más. Adj is te! Jó napot, Klapka úr. Hát, szeretnék kis pénzt kapni tőled, mert anyósom épít egy házat, és annak kellene egy pár forint, mert gyengén áll sajnos. Maga dolgozjon, Klapka úr, és hát akkor én dolgozom, de hát annyi pénzt nem keresek. Én akkor sem, ha dolgozok, akkor sem keresek annyi pénzt. Ebben a kis táskában van minden vagyonom egyelőre. Ennivalóra nincs pénzem. Akkor legalább egy darab aranyat adjál, vagy valami fenét. No. Nem kell az egész ország, nekem adjál egy kicsikét. De maga nem egyedül, és jönnek még... Hát milyen ember vagy te? Ilyen ember vagyok. Dolgozjon maga, és akkor lesz pénz. Szóval ez kell. Legalább a beteg gyerekeknek adjál valamit. A betegekre? Igen, a beteg gyerekeknek. Haladok. Ő egy ilyen falusi kereskedő, így nem kicsiben utazik, de inkább közepesben. Tehát pont akkor, ahogy ne igen rá egy terepjáró. Jó napot kívánok. Annyira szégyellem magam, hogy itt vagyok. Mit történt, hölgyem? Van nekem a... Kiskovász fiam, Dávid úr, a Lacika, és nagyon nagy terve van, amit én szeretnék segíteni. Álmodó, gyönyörű gyerek, én mindig segítettem mindenkin, ezt meg lehet kérdezni. Szóval kellene egy kis segítség. Tudod, mit nem értek? Ha ennyi dolga van, mit mászkál oda? Tudod. Hagyjon már! Az ékenyérén! Maradjatok már! Dolgozik, alkot, csinálj. Dolgozik. Ne szóljál bele, jó? De van neki segédje, hát járjon a segéd, nem? A segéd az behozja a lisztet, tudod, annak az a dolga. De ópje meg megfázik. Utapék, engedd már. Ópje, megfázol? Hova megy? Hát szerinted? Na. Hát, hogy ne maradjunk valamiről. Kiskovász elszerette tőlem a tüncikét, mondjuk a tüncikére ránehézkedtem volna én is, amikor még kiskorú volt, de mondjuk nem erről szól ez. Hagyja a tüncike, ne cipekedjen majd én segít. Hagyja, Lászlár. Szó se lehet róla. Nézd, mert itt lakom, csak elviszem odáig, László. Tündike, szólítson Kiskovásznak úgy, mint a többiek. És azt hallotta, hogy lehet, hogy bezárják az iskolát? Hallom. És magácskával mi lesz? Nem tudom. Nincs, hová menjek. Akkor kezdj csókolom, Tündike. Köszönöm a segítséget.
Mondja csak, László. Igen, Tündike. Nem tudja, hogy ki hordja nekem reggelenként a virágokat. Csak azért kérdeztem, mert az édesanyja panaszkodott, hogy valaki rájár a rózsáira, és... Semmit. Hát, ha maga látott valamit. Nem láttam semmit. Hát így. Egyszer csak meglátja, amit észre kéne vennie. Ó, de egy barom vagyok. Szép kis cipót talált magának ez a kis kovász. Így is, zsapu! Ugye, megmagyarázom. Veled még elzámolni valom van, gyerünk, hazamegyünk, gyere, 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 gyere. Stoeta, Jóska. Mi lenne? Hát látod te is. Stoeta! Ja, hát mosott ruha. Hogy néz ez ki? Ilyen speciál kosztos. Most mit mondjak rá? Hát te mondtad, hogy tényleges. Jobb vajú anyád! De tényleg nem úgy úgy, hogy anyádéknál van szólni itt végén? Te ne tereld, ne tereld. Kérdeztem valamit. Nem terelem, kérdezted, válaszoltam. Te mondtad, hogy teregesek. Nem viharban, te balsoly okör! Hát te mondtad, hát most én mit csináljak vele? Nem tehetek róla. Hát kiteregettem, aztán megette a fene. És különben is, hát most mi van? Most mi van, hm? Ennyit lehet rád bízni? Ez a kupleraj, ez is a vihar! Ezért jött ez a boltból. Nem ment még le a nap, most mit izgulsz? Na majd én megmondom mindjárt, hogy mi lesz. Mi lesz? Majd az lesz, hogy majd mindjárt szépen ne tisztára nyalod a házad, mire hazajön. Ne bántsad, távcső, tényleg szépen. Ne megyek vissza a boltba. Jó, szavasz. Kávét azért csinálhattam. Állsz a furcsa parton, de már nem tudod miért. Egy lány szavára vártál, kinek megfogtad kezét. Az eső csendben szitál, hisz te rendületlenül állsz. S arra gondolsz, talán majd visszatér a lány. Próbálj meg ember módon élni. Ne csak, ne csak. Én nem akarok visszamenni, haza, apa. Nemám z toho veľkú radosť a najväčšiu by som mal, keby Miért? Si prišla domov. Aj tak nepôjdem, ja by som Tündike zopúšil, mondja, ja som tu rada a nepôjdem. Azért, mert itt érzem otthon magam. Ale korene máš iné. De hát te itt nem érezheted itthon magad. Druhá vec je, všetci ťa doma čakajú. To nie len tak odísť. Neked nem itt van a hazád. To je nutné sa vrátiť. Ja určite zomriem. Ha hazaviszel, belehalok. Apa válaszol. Ha nem jössz haza, anyád hal bele. Čo by som tam robila? Tak budeš pracovať vo firme, však nahradíš ma počase, nie? To je vážna vec. Kto bude pokračovať? De engem itt szeretnek. Je tu. Kis Kovász. Kis Kovász. Malého Kovásza. No. Csöröge. Csöröge. Suzumi ho. Suzumi. To je všetko. De te akkor sem vagy itt otthon. Otthon biztonság van, itt káosz. Tündike mondja, ott vagyok otthon, ahol nekem jó. Tovább nem veszekedtek, az apa meleg szemmel tekintett lányára, majd ittak egy kortyot. Az anyád! Kis Kovász. Maga az Tündike. Igen. Legalábbis azt hiszem. Miben segíthetek? A szüleim vendégségbe jönnek hozzám. Dicsértem nekik a maga kenyerét. Szeretném megkóstoltatni velük magát.
Nem is gondoltam, hogy maga is. Hát persze, miért ne? Nem úgy gondoltam. Azt szeretném, hogyha megsütnél nekem külön azt a kenyeret. Magának tűnik-e? Megsütném a világ legnagyobb kenyerét is. Kiskovászhoz múltkor beléptem, egy hatalmas ronda nagy csótány ott sütteti a hasát a kertésztán. Mondom, Kiskovász, ez micsoda? Ez mazsola. Mi van, Irénke? Én nem vagyok elég jó neked. Ne, itt van a feleséged, az ebéddel. Bezzeg, a többiekkel megkeféltetted magad. Milyen többiekkel? Az egész csapattal. Még azzal a múlva. Kiskovászal is. Már több mint 20 éve volt a barom. Azóta van egy felnőtt fiam. Azt nem mond már, hogy azóta nem volt semmi. Hát, a fiad már rég Pesten dolgozik a mástónál. Tudom én, hogy mi a baj. Hogy én mindig csak csere voltam. Bezzeg a májkot! Jöjjön, tanár úr, pihenjünk le egy kicsit. Fiúkat is azért tisztelik, mert akkor is volt harcolt. Harcolják ezekért. Aztán úgy is szarnak a fejemre. Az iskolát bezárjuk és kész. Mi bajod van? Ide figyelj már! Hát hagyjál, nem mondjad, mert nekem látom, hogy valami bajod van. Hát én nekem nem mondjad, már látom. Jó van, na, semmi, teregettem tegnap ezt. Nagy szél volt. Jó van, nagy szél volt, meg nagy vihar. Hagyjad már. Azt teregettem. Hát azt mondta, hogy teregetek, hogy elköltözök ennyire. Az ahova költöztél? Hova költöztél? Ahogy, hogy hova? Hát, hozzád. Hozzám? Mikor? Mi? Hát, most, hogy mondtad? Na ne haragd, mondhatok ilyen helyzetben! Hagyd engem békén! Egy ágyammal ezt egy utat! Nehogy azt mondd nekem, hogy te is oda akarsz költözni! Mi vagyok én szálloda, mi? Olyan sok tudtot nem vittem! Szabó Béla polgármester. Ne bambányoljál! Viselkedjetek rendesen. Mindig a faluért cselekedtem. Há, hogyne. Mindent megtettem a faluért. Meg. Most mégis nagy baj köszöntött rá. Kilóg az orszőre neki. Ha megsütöm, akkor támogatnak. Ha megtámogatnak, akkor megvan a világcsúcs. Sajnos, kevés a pénz. Hova tetted? Emberek, ősztől be kell zárnunk az iskolát. Persze. Ne, hogy igen, nem tudjuk fenntartani. De az iskolát fogy kell tartani. Hogy miért egy fognak kell, hogy iskolája legyen azért, mert... De hova tettél a pénzt? Hova tettél a pénzt? Nem tudjuk fizetni a fűtést! A tanítónőt nem tudjuk fizetni! Hát miért eddig se nagyon fizettek? Olyan nincsen, bezárjuk az iskolát. Maradjatok, most már tettek! Én is ezt mondom neki. Értsük már meg, emberek! Csökkben jött a faluna! Megvan az ötletem! Megvan az ötletem! Tudok egy megoldást! Anya, drága fiam, mondjad! Tanár úr!
tűnik -e? Tudok egy megúzni. Meg emberek valatokból is folyhatok osztélt. Na már valami nagy dolgot kellene csinálni. Azt találtam ki, hogy süssük meg a világ legnagyobb kenyerét. Megéheztél? Így bekerülhetünk a rekordok könyvébe, világcsúcs. Nem vagyunk csokra. Én nem tűrök. Beszéljenek a fiamra. Aki még egyszer rosszat mond a fiamra, kipakarom a szemét. Álljon fel az, akinek jobb ötlete van. Tessék. Na, most azt kérem, hogy aki támogatja az ötletet, az emelje fel a kezét. Hülyék vagytok, de azt csinálok, amit akar. Ó, menekül a patkány. Szerencsétlen polgármester is hogy járt? Mi nagyon régóta jóba vagyunk. Én annak idején az irodát személyesen pipettáztam át növényileg, népegészségügyileg. Minden rendben volt vele. Polgármester úr! Polgármester úr! Hagytál még pénzbörök! Jó, csak segíteni akarok! Nem segíts nekem, te kivéhet pernye huszár! Jó, vagy mondja csak, te se vagy sokkal jobb nálam! Ide figyelj, néhány évvel ezelőtt te is csak egy kozos éjjelőr voltál, aztán zsákszámra loptad ki a kukoricát a téjeszből! Abból van a kocsmád! Én is tudok rólad mindent. Csak azért gyújtogattál, hogy tudjál mit oltani. Csak a Silónál egy kicsit elszámoltad magad, majdnem bennéktél. Jó, van, te meg azért zártál be mindent, hogy a te kocsmád nyitva maradjon. Te se vagy jobb nálam. Az igaz. De én polgármester vagyok. Te meg egy kirúgott önkéntes tűzoltó. Ezért mondta a feleségem, hogy sokkal jobb lopni, mint gyújtogatni. Ezért hagyott el, aztán költözött te hozzád. Visszaadom neked, vigyed. Ez te! Maradjon csak te nálad. Te sem maradj büntetlenül. Szika, és Suzumi, most dumáljál, te barom! Mit te beszélsz? Semmit, angyalom, csak hogy nagyon kívánok. Siess gyorsabban! Irén vagyok, itt dolgozom a kocsmában, biztoskodod. Na, hát nem akarom az idődet. Na, az idődet rabolni, de na most az van, hogy nekem nem tudom, hogy nem el lehetne elintézni, hogy van egy kisfiam, és Angliában dolgozott egy szakácsként egy vendégünkben. És hát egy ilyen sajnálatos félreértés miatt kirúgták. Right, right. I will come after tomorrow to New York with a plane. Ez arany? One moment. Pardon, szóval, hogy nem lehetne Pesten valami kis munkát szakácsként, vagy bármi, esetleg nagyon helyes. But after tomorrow I can come. I will call you later. Okay. Tudod, hogy én tűzoltó vagyok, és már apám is tűzoltó volt. Figyelj, tudod, megmenthetjük ezt a falut, megmenthetjük. Vegyünk egy tűzoltókocsit. Nagyon el vagyok foglalva, nagyon fontos dolog. Ég valami? Ég valami? Nem ég semmi, nem csak semmi. Nagyon fontos dolog van. Jó, Ádám vegyem, tudod, mi kell egy tűzoltókocsi? Én régióban gondolkodom, hogyha ezt egy ilyen franchise rendszerbe kidolgoznánk, megvan az ötlet. Ura, meg kell keresni valamit is, nagyon megkeressük, közben beszéljük meg, megkeressük. Jöjjön jövő hét. De csak az ön rész kell a pályázathoz. Csak, hogy legyen egy tűzoltókocsi. Franchise-ba kibontjuk, hiszen az egész régió miénk. Igen, jövő hét. Ne feled, Ádám betyem. A napsúsor a szívedre. Erő, egészség, szervusz, Dávid uram. Engedd meg, hogy bemutassam, én mint a falu első embere, a First Lady, ugye a helyi. Kérlek szépen, azért jöttünk mi, hogy fölajánlom segítségemet. Szeretnék veled minél szorosabb, gyümölcsöző kapcsolatot. Men oeninte, men Cairo, tegye vissza, te. Először meglátta az a versőség. Menj már le előlem. Nem. Hát nem egy irénke. Most már jön, most nem beszélsz. Oh.
Látod, hogy milyen szép, még zsima? Baszom. De sová? Hülye vagy? Már ilyen csúnyos. Hülye vagy? Ezt mondtam jó. Nektek, hogy egy ilyen kicsi... Milyen ditakadt köszönöm? Vaj, nem látom ám! Most veszi le! Most! Tudnád a dolgod, mi? Most húzom el már, mi? Megyek, nekem sütni kell a kenyeret. Ne kiabáljál már a csendben! Ne hagyjatok itt! Segítsetek! Nem tudunk segíteni, most már gyere! Mit csinálom a sem? Mi bajod van neked? Mi bajod van? Őrével semmi bajom nincsen, csak van egy teóriám. Mi? Hogy toszogatja Natasát, annyi semmi különösebb. De nem ezt te honnan? Ezt te honnan? Azért toszogatja, meg gondolkozol. Nem, ne dumász. De ezt miért mondod? Az a magánügyem különösebb. És a szerelmesek lehet olyan, hogy élettani hatása van. Jó, állj! De mi legyen a kövesivel? Hát, hogy mi legyen ezzel a bolondkörével? Ne, hát az azért már... Elviszük a kisházba, rabuljétjük, azt a berakjuk a disznó mellé. Tegyük a disznó mellé! Ez az ajtó. Nem látok sem. Ó! Most mi a gyorsz? Tudod. Mindez már én? Miért szerinted nem kéne? Csak meg kéne büntetni, nem? Nincs ötleted? Nekem. Hát kinek? Smörét azért zavarták el, meg ijesztegették, mert mindenkit megdugott a faluba. De nem azért, mert ilyen dugós, hanem van benne érzelmi intelligencia, mert először a csajok a szemébe néznek, és csak utána támaszkodnak le a cerkára, érted? Jó ötlet volt az UFO. Senki nem ismerne meg bennünket. Nincs rajtak, atyám. Én megyek a vállára. Én megyek a vállára. Ne nyomj annyira! Hátra! Na, hogy hátra? A magamnak várja. Hol vagy? Mennyi már itt fogjál már! Most jó! Most jó! Miért kellett beöltözni ebbe? Nem is ennek föl bennünk. Mi ez? Kik ezek? Mi ez? Meg ne állj, mennyi! Figyelj, nyári gumival. Ez mi? Ez micsoda? A világ összes barmát összeszedted útközben. Esküszöm, hát mit csinálnak ezek? Ezek ki ez a sok? Hát ilyet! Mennyi nem? Hogy néznek ezek ki? Kerüld már ki! Ezen a környéken én nem vagyok hallható. Soha többet nem megyek veled sehova. Ide figyelj! Ki szervezte ezt a bulit először is? Kiszervezte a bulit? De nem mondod, hogy nem volt csúr. De nem mondod, a múltkor is megkaptad a bulit, nem? Igen, hárman voltak körülbelül, és le kellett nyomni a bulit. Ennyit nem tudtál elintézni, hogy 50 nem? Alatt nem lépünk fel, három embernek kellett megcsinálni. Azóta a lényeg, hogy kifizettek. Figyelj, nem ugrossz fel egyik sem. Nem ugrossz fel. Egyszerűen nem hiszem el, hogy hova osztálom. Figyelj, most már hagyjad abba, jó? Tehát máskor szervezte a bulikat, ennyi, és akkor megvan ott az egész. Köszönöm, elindultunk, kibaszott 6 órája, bazd meg, és még mindig sehol nem tartunk az égben. Figyelj, az egy dolog, mi az ott? Hol? Mit csinál ez itt? Mit csinál ez az állat? Ez egy csávó! Még valaki! Figyelj, veszel a csávó! Azt nézd meg! Ez ne... Nézd, és csizma...
Figyelj innen haza, könyörgöm, vigyelj innen figyelj, haza. Elindultunk hol vagyunk, hol van, nézd meg, hol vagyunk. Hát engem esküszök, itt benn megvesz az Isten idegen. Figyelj, ez a fára fog megszerintem. Mínusz 40 fokban, itt rohan. Hát ez, hát mit de figyelj. De legalább elne ügy. Ez Tarzan volt szerintem. Hát csak elvesztettem gatyóját. Чирпасный жлута красотка. Посерднение и девки вышли за нима. Обличие залили, ангельский спев тишезли. Гвездички красные на небе им ясне заржи. Гвездички красные на небе им ясне заржи. Дзвоночки зазняли, хоші засну вставайте. Ти снаткишко вас не віті світло місяце. Он ти так прекрасніє, на кожного сесніє. Кто се на нього подіва, ласку набуде. Кто се на нього подіва, ласку набуде. Тен се на єдину усміва тундике міла. Як черствий сні, так невинна краска похледна. Я у жаті се тужим, єнак дому поб'яжим. Просим ласку, врать се се мною, нєцу ті повім. Просим ласку, врать се се мною, нєцу ті повім. Дівід ур. Хоч вам гінді тім. Хат кисра. Azért jöttem, hogy mondjam meg, hogy azzal távoztam, hogy mégis adok pénzt, de csak jó célra. Nem, hogy menjenek a fiúk és leiszják a kocsmába és elbasszák a pénzt. Hajlandó vagyok adni pénzt. Ezt én nem tudom most elvinni. Igen, tessék. Ó, édes jó Isten! Én nem láttam még ennyi pénzt, Dévid úr. Maga nem csak az én tehetséges fiamnak segít. Szeretnék, hogy legyen munka az egész falunak. Az egész falut felemelhetjük most ezzel a pénzzel. Ez a cél, nehogy menjenek és hiszják. Nem! Nem, vigyázni fogok. Meg, vigyázzon, felesleges legyen erre, hogy az emberek munka legyen nekik. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Igen, uram. Tessék. Mi a nagyon fontos, hogy bejöttem. Az a legfontosabb, hogy én nem is voltam itt. Engem nem láttál. Igen. Dávidkám. Mert egy olyan fontos ügyben szeretnék beszélni veled, amit senki, még a rendőrség se tudhatja meg, hogy én itt voltam. Mert az a legfontosabb most nekünk itt, most, hogy senki meg ne tudja, hogy itt voltam. Hába bakérani, meg ilyenek fel. Adjad már aztat. Figyelj, amikor ilyen fontos dologról beszélek, hogy én... Adjad már ezt, most miért zavarsz, amikor a legfontosabb dologról akarok beszélni a Dáviddal? Nézd már, hogy ezek... Hogy uram, ezt hagyja. Nem, hú... Ez inni uram, való? Nem, ez milyen, nem inni ez? Való, ez nem. Méreg. Méreg ez. Uram, ez méreg. Nem. Ez, mert hogy... Ezzel tisztítik a aranyat. Igen? Jó van, Dávid, jó van. Szom a szádat. Jó, viszontlátás. Hát azért, hogy a sefpál... A te Istened álljon meg minket. Viszontlátás. Jó. Nem voltam itt, nem láttam. Csörege Pistával találkoztam, azt mondta, hogy az ide való, mert innen hoztam, úgyhogy csak ide letenném, aztán már megyek is. Nézd, de már megint itt van, még egy. Jó van.
Most melyik ez kié ez? Melyik? Ez nem tudom. Ez vigyázz, mert ez méreg, ezt nem szabad inni. Hmm. Nem voltam itt. Csak úgy véletlenül. Mit keresett? Hogy került ide? Ez itt volt! Ide volt! Ne ezt passzom! Én még soha nem voltam itt, nehogy fogzám! Mit sem a szállt? Ne ütlj meg, én is hogy képzeljétek ezt? Tündike. Hogy van? Köszönöm. Igen, én lennék az. Tessék. Világcsúcs, hát minden föllendül, az egész kemence, ahhoz kemence is kell. Van kemence, ott van a kiskovászok, az összes cucc, minden. Akkor a kemence, amiben belefér, az a nagy kenyér. Bazd meg, várjál, jövök mindjárt. Na, ugye. De ugye a kenyeret nem lehet nyáron megsütni, ahogy azt gondolja, hogy két hülye gyerek, úgyhogy arra jutottak, hogy kell építeni valami nagy tűzhelyet, vagy kályhát. Kiskovász! Kinász már ötteszik a pálig, baj van. Mi a baj? Nagy baj van. Kenyér, kemence, kemence, mit kenyér. Mit csinálta a kemencémmel? Mit csinálta a kemencémmel? Mi bántsa? Nem bántalak, csak beszélj! Kenyér, kemence. Hogy én mekkora egy állat vagyok. Hát tényleg. Hát az én kemencémben nem tudjuk megszütni. Igazad van! Egyed meg a szívedet, a szíved csörege, picsú! Az én pisztán! Egyed meg a szívedet! Imádlak, nagyon ügyes vagy! Te találtad ki? Miért? Nem? Nem te találtad ki? Ki találta ki? Miért? Ki találta ki? Megjött a fakanál, azt főztünk. Itthon van a gyerek. Igen. Itthon van a gyerek. Fiatal, nagyon, olyan aranyos. Szépen néz. Úgy néz ki, mint Alain Delon. Fiatalon. Azt a mindenit neki. Semmit nem változott. Szedett valami? Erősödik. Erősödik. Erősed szedett? Igen. Az durva. Ott volt a szmöre is. Szmöre? Igen. És mit csináltatok vele? Azt titok. Hát akkor. Ja, ott volt a kövesi is. A kövesi? Mit csináltat a kövesi? Röfögött, ordított, futatott, röfögött, így nézett, így néz. Félelmetes volt, elzártuk. Hova zártátok el? A röfögött, akkor disznó is bezártuk a disznó mögé, azért, mert szemétláda, azért. Ez emberrablás, te barom. Mikor zártátok el? Éjfél után, már sötétedett. Éjfélkor? Igen. Él? Hát az, mi lesz vele, ha megdöglik, te barom? Levágjuk. Ez igen, kiváltad magad. Azonnal menjél oda, azt megítatod. Viszed ezt a nagy vödröt, nem. Vagy valami ásványvizes üveget, azt adsz neki, vagy hárommal. Mi van? Várjál már! Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Menjél vissza! Mi van? Menjél vissza! Mi van? Mi van? Menjél bolyán, mert megkapod a magadét. Nagyon vigyázzál magadra! Laci! Hát mi a baj? Mi van, drágám? Nem elég a kemence! Hát az a jó, ha nem ég el! Nem ég el, hanem nem elég! Elég! Mit nem ég el? Nem elég ég! Kicsi! Építsetek nagyobbat! De miből? Téglából! Mi ez, anya?
az anya, nagyon sok pénz. Ez pénz. Ezt nyerted. Hol nyerted, anya? Ez illetve. Ne aggódj, fiam. Ez a tiéd. Ez így megvettem egy sütőt. Gönts meg a világ csúcsot. Mondd el, hogy ne lássák! Itt láttuk utoljára a pénzt, mert ugye a pénz a kemencére elvileg megvolt, de utána nem lett, mert a pénznek ilyen a természete. Ezért mondom, hogy a multilevel marketingbe beteszel 1 forintot, akkor 3-at veszel ki. Ezt kellett volna megfontolniuk. Hogy amint tudok változtatni, megváltoztassam. Adj Uram bölcsességet, hogy egyiket a másiktól meg tudjam különböztetni. Ezzel a polgármesterrel mi történt, nem tudom, soha egy kortyot nem ivott, de hogy milyen rettenetesen csúnyán leítatták mostanál a borzalmas nagy arany szívénél, mára csak a mája nagyobb. Gyere már! Szóba szállod! Visálok! Szódó! Segítség! Bakkerman, te! Hoztál pálinkát? Persze! Persze! Gyere, így áll, te! Jó, jó, te, Gané, te! Engedjetek már ki! Adjál neki élni! Ne, ne, így áll! Engedjetek ki! Ne, ezt nem kellem kérdezni! Ne, 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 elaludt. Elaludt, gyere ki, gyere ki. Most hogy menjünk ki? Gyere már! Nincs kulcs. Lépjél föl! Várjál, az nyílik. Hát akkor miért jöttünk be így? Nem tudsz kivenni egy ajtót? Olyan, mint a disztens zsák. Szóval legyen. Várjál már! Csuszi! Állj meg! Mit csináltatok ezzel a szerencsétlennel? Megszagoltattuk vele az életet. Egy szimóriumot? 51 fokos. Ez a barom sose ívott. Most behozta a hátrányt. Azt mi lesz, ha kihozanod? De semmi. Után tőtés. Figyeljetek, egy komoly problémát szeretnék veletek megbeszélni. És? Építünk egy nagy kemencét. Lebontjuk a kultúrházat. Azt lehet? Azt lehet. Nem lehet. Azért csináljuk éjszaka. Aha. Ez a kurva se. Akkor jönnek a rendőr. Hát most aláírtuk ezzel a barommal egy bontási engedélyt. Nem az a száját, nem írjad alá. Fogjad már itt a kezedet. Add ide. Mi? Fogd alá. Alján próbáljam. Ne, Danul átszerűedék, írjad alá. Írjad a neved. Nem ad a nevedet, az övét írjad. Ja, na azt írj, köves. Ennyi, nem kell a keresztnév, az ott tessék, alá van írj, kész. Na, akkor ez a probléma megvan. Megvan, figyelj. Ez meg. Szóljatok minden megbízható embernek.
Kurva sötét lesz. Nem baj, leszerelem a traktorról a reflektorokat is idehozom. Nem, de, nehogy nem, az alsót meg a féklámpát is tegyük föl, akkor még világos. Ez nagyon jó, fasz a csávó vagy multiplex. Smörének ne szóljatok. De miért? Smörének. Nyomj át, nyomj! Vigyázz a Az Isten nem mosa le rólunk, hogy a tüzépről loptunk, baszott. Fire ape. Fire ape az nem tüzép. Rakja. Jó, indulhatunk? Nem, várjál. Jó, sakam. Állj, állj. Köpces. Köpces bakács. Igen, igen. Lesett tenkegy. Te, hát volt itt valami. Hol? Itt. Itt nincs itt semmi, itt csak egy házhely van. Nem. Itt egy nagy ház volt. Hello. Hello. Megszondáztasak? Minek? Bevigyük az őse? Hogy összehányom mindent. Jó estét kívánok! Jó estét, jó estét! Jó estét, hová, hová? Na, személyigazolvány forgalmi jogosítvány. Gyalog vagyok, nem lát? Forgalomban. Most jöttem ki egy perce, nem látja, ott dolgozom a kocsmában. Na, majd a főnökével beszélek. Jó, van itt áll maga előtt. Akkor a polgármesterrel. Az is. De mit kötözködik? Húzza már haza, a meccset nézzük. Te is, Atom Anti. Köpcös. Hagyjuk a táncosokat. Mit loptak? Téglát loptak, érted? Úgy értsd, hogy mondom, meg keveset loptak, pedig sokat kellett volna. És miért loptak keveset? Azért, mert kevesen voltak, mert hozol magad alá még 10 embert, akkor 10-100-an vagytok. Egészségedek le. Add már ide. Adjál már nekem, nem ott van. Azt már adjál már! Ez kidült? Miattad, mert mindig kapkodsz. Hát rendesen akartam leszedni egyet-egyet. Nem ennyit akartunk elvinek, kemencét csinálunk, nem egy épületet. Szétesett emberekből nem lesz egész kemence. És mi tartja össze az embereket? A network. Köpcsös! És a tüzép? Hát a tüzépnél is. Hát, elvitték, elvitték, ott is. Mit hittek? Mindent? Betonkeverőt, eszkavátor, teherautót, minden. Köpcsös. De a nyurga azért az erre rájön, mert nem hülye attól, hogy rendőr, érted, hogy valaki lopja a téglát, de valahogy elmismásolták a dolgot, engem is bele akartak keverni, de hát biztonságőr vagyok, én lopott cucchoz nem nyúlok, érted? Hát ez meg mi? Szivacs! De hol? Hát ez soha nem ivott, ez volt az egyetlen jó tulajdonsága. Lehet, hogy eddig nem ivott, de most a gödény hozzá képest iparítom. Miért hiszik? Mert szúnyos. Gyöngyi néni, vigyázna rá egy kicsit? Ha persze. Már kell mennem egy küsöbőre. Na de mit csináljak vele? Nem kell vele csinálni semmit, el van ez magába. Ott van ez a pálinka. Fél óránként utána kell tölteni. Elfogy. Jó formában vannak a fiúk. A kerek is egy forma. Kündikém. A remény hal meg legelőször. Ezt jegyezd meg. Mi lesz ezekkel?
kékkel. Hát a férfiakkal. Hát mi lenne? Meg tudják csinálni? Hadd mondjak neked valamit a férfiakról. Olyanok, mint a gyerekek. Ez most hogy érti, Gyöngyi néni? Játszadoznak. Aztán elunják a játékot. Csak hogy nem kezdenek másikba, hanem bevonulnak a kocsmába. Most a Gyöngyi néni szerint nem kéne nekik segíteni. Isten őriz! Csak rosszat tennénk vele. És akkor most mi lesz? Hát majd rásegítünk valahogy nekik. De számít ez a nagy kenyér? Azt mondd meg, hogy hogy álltok a fiammal. Kis kovásszal. Halljam. Kiskovász meg akarja sütni a világ legnagyobb kenyerét. Te hogy állsz Kiskovásszal? Kiskovász meg akarja sütni a világ legnagyobb kenyerét. Ez meg kell. Meg. Nem piszkálod, azért akartam le, hogy nehogy összeessen. De most akkor mit csináljunk vele? Majd meglátjuk. És akkor most kemence? Estére kész lesz. És aztán utána? Utána? Gyúrunk, sütünk. Sütünk, gyúrunk. Gyúrunk, sütünk. Sütünk, kenyér, kemence. Kenyér, kemence. Kenyér, kemence. Kenyér, és hát ők bontott léglával dolgoztak, ami hát 25x12x12-es, egy liba egyébként nem tudom ki tudja, 65x50x25-ös, és ebből nem áll meg. Tehát, hogy a kölni dóma is pont ez volt a probléma, hogy ekkora fesztávot nem lehet áthidalni, Michelangelo megoldotta. Ide jön a kis busz, és akkor szépen nem melegszem. Bocsásson meg, kisasszony, ne haragudjon! Eltévedtem. Segítene nekem? Jaj, de aranyos kislánya van. Hogy hívnak? Nem a kislánya, hanem a tanítványa. És a nevedet elárulod? Tündike, kész a kenyér. Sikerült. Jöjjön. Napot kívánok. Ki ez? Ismeri? László, menjen haza, jön, ne foglalkozzunk semmit. Eltévedtem, csak segítséget kérek. Vigye haza Dominikát, hogy megyek, jó? És csináljon neki kapót is, jó? László! Mindjárt megyek. Meg tudnám mondani, hogy eltévedtem, bocsánat. Eltévedt. Másképpen nem is lehet erre jönni. Miért? Annyira szép ez a falu, hát mi a baj vele? Mi? Nincs itt már semmi. Se iskola, se bolt, se semmi. Majd kérem szépen, ne tessék már keseregni, járt a szépségének. Legyen sikeres, legyen vidám is, az kiad a környezet is. Kértek most segítséget? Ugyan kitől? Kitől? Mondjuk például én is ilyen típusú projektekkel foglalkozom. Ha gondolja... Miért? Mivel foglalkozik? Menedzser vagyok. Mi csináljuk a sztárokat. Siker, pénz, csillogás. Tudja, például mi csináltuk a Stó Bucit is. Buci, pillanat, légy szíves, gyere csak ide! Jövök! Jézus! 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 Jézus!
Na, bocs, ne arra húgyatok! Te! Bordás! A Stol! Hello! Annak semmi értelme! Bordás! A Stol! Elveszem a szádat! A Boti! Ennek olyan szütkos volt mindig a füle, emlékszem! Jó, de nézem ilyen! Kedi csokolom! Jó napot! Stol András, sztár vagyok! Én a tanítom néni. Az is jó. Köszönjük jó volt szépen, Lucio. Elég volt? Csinálok még egyet rátisz gólt. Köszönjük szépen. De hallotta a kutyákat, főnök? Igen. Ott is eljöttem el. Köszönöm. Oké. Okay. Sztár. 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 Hát és nem az enyém. Benni nem is lehetne sztár. Hát ha mi azt úgy akarjuk, akkor... Nem volt a szemüveges. Fűjünk az autóval. Nyugodtan körülmény között beszélgessünk. Úgy érzem, hogy lesz mivel. Mert nem ilyen az igazi menedzser, mert nálunk volt értekezleten ilyen előadást tartani egy svájci postás, aki postásként kezdte, leveles postásként, és most tudod micsoda? Monakóban van, villája van, Ferrari-ja, és gyébánt a rendszerben. Na így lehet menedzsernek lenni. Hallod milyen? Mint a traktor a csém újcom. Ó, de jó megy. Buti! Büszke vagyok rád! Szánta papám, a kenyeresi határon. Ez az, gyerünk! Száraz a föld, a hárma sekete máj. Hova mész már, hova mi, eló? Hát nem erre, százszor mentünk erre. Azt a mindig. Hányszor beszéltem már meg, hogy arra kanyarodunk, jön erre? Ágy, rosekked, ágy! Ágy! Rosekked nem állja. Nem tudok veletek megbeszélni egy normális utat? Jaj, magadám, jó is megint, mert mikor én még na, az anyád, miért csinálod ezt velem, te? Az anyád, Istenem! Hú, az anyád! Piroska, miért vagy ilyen? Na! Egyem a gyönyörű szívedet! Kihasson az a nyelvet, te! Na most ők mondták, hogy megépítik így a legnagyobb kemencét, mert kellett nekik egy ilyen a legnagyobb kenyér, de az önmagában már egy boltív, szóval az sem áll meg szerintem, de az, hogy ekkora fesztávot áthidalni, szerintem nem lehet. Az egy résűs, nem boltív. Dehogy nem, majd az lesz, amikor találkoznak. Ott találkoznak. Várjál, ezt fölveszem. Nem. Jöhet a következő téma. Tegyed oda, tedd ide. Tegyed oda. Ne tedd ide. Várjál már. Oda, ne oda te! Dehogy nem oda! Ne gyengesd el! De nem tartsam már! Ne tedd már oda! De. Azt hitték, hogy értenek hozzá, de ez is egy szakma. Érted, hogy azt üzélem, én is ide rakom, oda rakom, attól még az nem kány, ha bazznek, hanem kell oda áthidaló, meg vinklibe kell rakni, de ezek rakták össze-vissza. Hova tenni másokat? Azt oda tegyen. Találkozni oda. Kell. Várja. Nem fog jönni. Nem mondtam, hogy nem a kezemre tegyen már. Összetanakodott 12 kőműves, 13. kőműves, Kelemen. Magus Dilvárát, hogy felépítenék, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. Amit raktak reggel, leomlott délbe. Amit délbe raktak, leomlott testére. Összetanakodik 12 kőműves. Falat megállítani hogyan lehetséges? Kinek felesége elébér ide, annak gyenge hanvát keverjük a mézbe.
Mi van? Tanár úr, mondjon már valamit, folytassa legalább! Ne bántsad, ne bántsad már! Hát nem, rosszul van? Hát összeesett. Nem. Elaludt. Nem, mert a szíve! Meghalt. Meghalt? Szom az anyját, hát tanár úr! Meghalt, nem mozog. Pedig olyan szép perset mondott. De mit is mondott? Kötőanyag. Mész meg. Nő, ugye a... nő. Nem a Suzuki Minak a felsége. Mindig hogy... összedül a vár. Nem a végig feleségemről. Egyiknek a feleségéről. A kőművesnek a feleségéről beszél. De miért én azt... Hát az Suzuki rakta most. De miért én az én feleségemet beépíteni? Mondd már meg. Ígyunk egyet, ígyunk egyet rá, és megbeszéljük, mit csináljunk. Majd én viszem a tanárról, hát ha fölérhet közben. Nem lehet. Menjél már! El lesz az, nem? Raktoros, nem jársz! Én most fogjon neki! Hát ez... Tanár úr! Ezt látom. Mit csináljak vele? Azt mondták, hogy hozzam ide, mert beázik a feje. Ez régen elázott. Gyöngyi néni, mi volt ez? A mi nagy képességű fiaink. Tehát mi történetett? Csak építkeznek, te megint rosszul. Mi lesz? Kenyér. Leitatták a polgármestert pálinkával, érted, hogy kivonják a forgalomból, de nem azzal kellett volna itatni, ezzel, mert ebből megeszik 4 decit higítatlanul, érted, úgy fölpörök, fölépíti Dévavárát plusz annyi kemencét, amit el sem bírsz képzelni. Na birkák, intéztem egy kis sütejet, lehet inni. Na de most akkor építkezünk, vagy nem építkezünk? Na jó, akkor építsünk, hogyha annyira nagy az igény, akkor építsünk kemencét. Na. Most! Most? Hát nem is hónap. Ussatok már, nem bírok lökni egyet sem. Ne, hát teljesíteni kell az öregnek a végakaratát. Miért? Hát a végakaratát. Volt neki? Hát hogy lehet, mi nem emlékszel rá? Kőműves Kelemén. A Kelemen négy, nem? Megégették az egyiküknek az asszonyát, azt befalaszták. Hát nekünk is ezt kell csinálni. A kemencébe? Dehogy. De akkor várat építünk, nem? De! Meg kell égetni az egyik asszonyt. Azt utána építeni kemencét. Melyiket? Hogyha még egyetem, például a Natasát. A Natasát? Miért pont a Natasát? Hát miért ne? Miért ne? Ne aludjál. Hát akárkiét is. Egészség. Egészség. Kik a főkalomposok? Suzumiek. Akkor most mi lesz? Hát az asszonyok azok megúzták. Na, de akkor kit falazunk be a kemencébe? Engem biztos nem. Ha szerintetek? A tanár urat? Csak a tanár úr, amikor belehalt Görbén a talicskába, rájött valamelyik hülye, hogy az pont jó boltívnak, ami megtartsa az egészet, és akkor berakták oda a tanár úr. Itt! Jó, emeld meg! Emeld már meg! Emeld meg! Emeld, ne így legyen rá, oda menjél! Emeld már meg ott! Menjél! Gyere már, te is csinálj már! Ne nézzed, bazd meg! Úgy van! Följebb, menjél már, hozzad az anyagot! Most menjél! Hozzad az anyagot! Így kendel! Dobd rá! Úgy jöjjön! Emeljél! Emeljél! Kezdve! Jó? Így van! Jó van! Áll ez! Áll! Áll ez, mint a kölni dómöcsém! Hát beépítették a tanár úr kollégát, ez volt a probléma. Ők... Hát azt kell mondanom, hogy a emberi szövet nem tartó szerkezet. Tehát, hogy a... Egyrészt a szakító szilárdsága nagyon kicsi, képlékeny feszültségtartaléka alig van, és egyébként is magyaros volt, úgyhogy nem is ért hozzá. Meghalt a tanár úr. Ó, szegénykém. Hosszú szép élete volt. Láthatta volna, hogy kisül a kenyér. Mindig ő beszélt a kenyér szentségéről. Mindenkinek a vendége vagyok! Haladj, haladj! Ebből tudom, majd! Áll a fal!
Berakták oda a tanárurat, de úgy kiment belőle az alkohol is, meg ugye a nagy nyomás, a tégla, meg a sár, meg hogy megszáradt, az nem tart, ha nincs benne cement. Melyik volt az az idióta, aki befavazott? Melyik volt az? Szórakoztok veled! Összevehet mindenkit, nem támogatom az erőszakot, bár biztonságőr vagyok, én a szellemi fölénybe bízom. Amit még el kell mondanom, hol és féle kétkörös fizikában minden benne valami a világról tudni kell, főleg a második kötetben. Elindultak az asszonyok kenyerekkel, szeretnek minket, és nincs kemencénk, beálltok kemencének, tanár úr, maga is. Bár az asszonyok ugye mind azt hitték, hogy meghalt a tanár úr, nálunk még van ez a szokás, hogy így ünnepelünk, ha meghalt valaki, mert akkor több jut a segélyből, akkor ők elkezdtek így ünnepileg sütni, meg a kenyér is, arról volt szó, hogy együtt megsütik. Mutassa már meg, hogy van ez? Menje, tanár úr! Hogy az erre szarkenyeredén, mire vagyunk? Mire volt? Csendesebben már meghallják az asszonyok! Egyszerűen! A rohadt kenyerjé, mennyi mindent megcsinálunk! Jönnek, mindjárt vannak! Szobrat már, akkor már jönnek! Itt van! Sokkal is. El fog ezt takarni bennünket fejjel? El, majd még húzok, várják! Nagyon fehér a fejek! Ne ütögesd a büdöcskönök! Béke, ó, béke legyen vége már! Oda megy egy kicsit! Sokakban joggal merül fel a kérdés, hogy az asszonyok miért vitték oda azt a sok kicsi kenyeret a kemencéhez. Azért, mert érezték, hogy ez egy szakrális hely, ahol a sok kicsiből valami nagy lehet. És ez a network lényege is. Együk le otthon a kenyerek héját, és tegyük össze a belét. És sokkal több, és sokkal nagyobb lesz nekünk. De nem voltak levilledázva a téglák hipóval. Oda jön az a rengeteg sok öreg asszony, nem volt külön női WC. Nagyon nagy szerencse, hogy nem valósult meg ez a beruházás. Ők se bírták ki, mert olyan sokáig kell tartani, inni meg közben nem lehet, hogy egyik kézzel elengedem, iszom. Lement a véralkohol szintjük, ők is beleestek ebbe az egész trutyiba. Nem tudunk mi a történettel foglalkozni, én a rekord ellenőrségről vagyok itt, kiküldtek. Mondták, hogy nagy kenyeret fognak készíteni. Én régóta vagyok itt, egy 5 éve dolgozok a cégnél, ott voltam Pécsen, a Nagy Kiflinél, Kaposváron, az Óriás Ropinál. Nem tudjuk elfogadni sajnos, mert több részletbe készült el. 263 vekni az nem egy. De azért megvan a rekord, mert elhozták a világ legnagyobb kenyerét. Ez? Hát 100 darabra van szétesve, hát az asszonyok hordták össze. Az mindegy, de legalább a miénk szom a száját. Thank you.
Tündikém. Látod, erről beszéltem neked. Ezt pontosan megmondtam. Az elején, előre, hogy itt ez lesz. Mert nem kemencéket kell tudni építeni. És nem kenyereket kell tudni sütni. Hanem a biztonságra kell törekedni. Nézzél rá. Én ezt a biztonságot nyújtom neked. Nagyon sok dolgunk van még. Mehetünk? Ha jönnek az ünnepek, azok mindig szépek. Rájössz majd, hogy attól szép, hogy sütnek a pékek. Megsül a mákos rétes, gyorsan kap be, oly édes. Oly hosszan tekeredik fog a végét, édes lelégyres. Tanár úrnak szóljál, mert föl fog fázni. Oly hosszan tekeredik fogd a végét, édes ne légy rest. Betegez! Nézd, milyen nagy szálka mentes az illapáton. Ekkora nagy szerszámmal mit kezdhetnél, tudom, s belátom. Ennél kisebb jaj nincsen, ez a legdrágább kincsen. Süssük a kenyeret édes kettesben, annál szebb nincsen. Süssük a kenyeret édes kettesben, annál szebb nincsen. Nekem bakker van, nekem végül men, szólok.
Hát nem úgy van, hogy ez mondja a vége, aztán már megyünk is hazafele. Hát azért, hogy mondjam már az én kis történetemet. Én kimentem, a kután rögtön kimentem. Érdekem bejött oldalként. Nincs ám trágya hordás talicskával, mert minden egyáltalán nem könnyű. Szóval ott azért van élet. Én erdőmérnökit végeztem odakint. Lóvan van meg. Mindenfele erdő, mert aztán nem koszolom össze a csizmámat, és odakint se könnyű érvényesülni. És traktorom is van, legalább 50 van meg. Na, figyelj már, adjál már. Tudod.